Tisztelt ünneplő magyar közösség! A himnuszt Stefaniga Viola és Lovas Dianta előadásában hallhattuk. A kultúra megkülönböztet és hasonlóvá is tesz bennünket, nem csak itt, hanem az egész világon. A kultúra az, ami összeköti a múltat a jelennel és a jövővel. A magyar kultúra átöleli és összeköti számunkra az időt. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le csekkén a himnuszt kéziratát. A himnusz azóta minden magyar számára nem csak egy vers, egy ünnepi dal, hanem olyan nemzeti ima, ami időtől és helytől függetlenül magyar hitünk kifejezője. A kultúra őrzője és továbbadója a szülő. A tágabb család, a helyi közösség és nem utolsó sorban az oktatás. A magyar kultúra volt az, ami az elmúlt századok megrázkódtatásain és katasztrófáin átsegítette és megőrizte a nemzetet. Feltehetnénk magunknak azt a kérdést, mi a mi dolgunk, feladatunk, mit kell tennünk a kultúránkért. Sokféle választ adhatnánk erre a kérdésre, de valószínűleg semmi rendkívül. Ugyanaz a mi dolgunk is, mint a szüleinké, nagyszüleinké, dédszüleinké, és további ősünké volt továbbadni azt, amit kaptunk. Továbbadni a családban, továbbadni az iskolában, továbbadni a közösségben. Tekintsük az évszázadokon át továbbadott magyar nyelvet és kultúrát olyan értéknek, amelyet megőrizni, erkölcsi kötelezettségünk. Így tesszük ma, este itt mi is. Ápoljuk, továbbadjuk, megőrizzük kultúránkat. Mielőtt műsorunkat elkezdenénk, szeretném köszönteni az intézményünk és a magam nevében dr. Molnár Viktort, a Tartományi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap igazgatóhelyettesét, Szerda Balázs történészt, az Önkormányzat Kultúráért és Civil Szervezetekért felelős tagját, az Önkormányzat képviselőit, Szekrény Anitát, polgármesteri tanácsadót. Kiemelt vendégeink mellett természetesen köszöntök minden kedves résztvevőt. Most pedig szeretném felkérni Szerda Balázs történészt, mondja el ünnepi köszöntőjét. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, tiszteltek, benyültek. Azt gondolom, hogy 100 évvel a trianoni békediktátum aláírása után Óbecsén a magyar kultúráról beszélni egy külön dicsőség, és azt gondolom egy külön megtiszteltetés. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy felelősség is, ugyanis mi a kultúra? Ugye a kultúra és a mi magyar kultúránk is ez, egy egyén vagy egy közösség által létrehozott anyagi vagy szellemi érték, amit valójában valahol az időtállóságában mérhetünk, és még itt ültem és illetve álltam és énekeltem a himnuszt, azon gondolkodtam, hogy milyen szép ezt látni, hogy itt Óbecsén egy ekkora közösségben két generáció énekli legalább a himnuszt. Ugye a kultúrát az időtállósága teszi valójában mérhetővé, és a kultúra az csak akkor adja meg nekünk azt, ami itt a fölvezető szövegben is elhangzott, hogy identitást adjon nekünk, támaszt adjon nekünk, hogyha generációról generációra öröklődik, és mindegyik generáció újra a magáévá teszi, ugyanis Kodály Zoltán azt mondja, hogy a kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája odavész, hogyha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. És én nagyon büszke vagyok arra, hogy egy ilyen közösségnek a tagja lehetek, és egy ilyen közösségnek lehetek én is valahol a kulturális harcosa, ahol itt van velünk ugye a ma este vendége és a ma este fő előadója Szilágyi Edit, és ugyanakkor egy 10 éves lány adja elő a nemzeti imánkat. Akkor azt gondolom, hogy valahol ezt látva nincs sok okunk aggodalomra, és azt gondolom, hogy amíg a közösségünk az így tudja magát újra szervezni, és így tud dolgozni, addig azt gondolom, hogy 100 évvel Trianon után, ahogy itt vagyunk most, úgy a következő egy-néhány száz évben is itt leszünk, viszont csak akkor fog ez megtörténni, hogyha a kultúránkat és az identitásunkat mindig fölvállaljuk, mindig harcolunk érte, mindig kiállunk érte, és vállaljuk adott esetben akár a konfliktusokat is. Én a magam részéről azt gondolom, hogy bátran mondhatom, hogy ezt teszem, és mindenkit arra buzdítok, hogy ezt tegye. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen. A forráshoz csak az áron szemben lehet eljutni. Szilágyi Edit okleveles jogászástja. Szerintem Edit asszonyt nem kell külön bemutatni, hiszen azt gondolom, hogy nem túlzás, ha azt mondom, mindenki ismeri. Sikeres nyugalmazott jogász, író, feleség, családanya, nagymama, városunk büszkesége, aki munkásságával évek óta ápolja hírnevét közösségünknek, öregbíti kultúránkat. Számos oklevél nemzetközileg elismert érem bizonyítja ezt, de erről majd az est folyamán Jung Matko Margitka, moderátor, az Újvidéki Rádió munkatársa fog bővebben beszélni. Fogadják őket tisztelettel. Én Matko Margit vagyok, és Edittel fogok beszélgetni, mint ahogy már be is jelentették. Na most kezdjük a beszélgetést. Kiszerettette meg Edittel az olvasást a szűkebb, tágabb környezetéből? Volt valaki, aki nagyon nagy hatással volt Edittre? Előbb talán valami mást mondanék. Meghatott a himnusz, és meghatott a kultúra napjának az ünneplése. Ezért mondom tisztelt ünneplőknek, hogy mekkora ereje van, ahogy az előbb a kultúrával megbízott tanácsnokunktól is hallottuk, 64 sor. Igazi erejét és értelmét akkor kapja meg, amikor beleszövődik mindennapi imádságunkba, megáldja napjainkat, kultúránkat, összetartozásunkat, az élet olimpiáin aratott győzelmeinket és vereségeinket. Összetart bennünket tényleg, és megtart magyarnak és embernek, éljünk a világ bármelyik szögletében is. A magyar nyelv a legnagyobb hungarikum. Az a magyar díszítés képi világa és motívuma is. A díszítő művészet szimbólumai, üzenethordozók, ahogyan azok a magyar nyelv szavai is. Jó magam magyarul igyekszem őrizni őseinktől kapott kincseinket. Válaszolva a kérdésre, hogy kezdődött az írás, olvasás öröme, szeretete? Hát egy kicsit másképpen, mint ahogy az mostan történik, egy kicsit lassabban, lépésről lépésre, minden szót, minden betűt külön-külön megtanulva, és minden vonalkát. Kicsit könnyebb volt talán, mint most ebben a rohanó világban, de ahogy a világ rohan velünk, mi is rohanunk utána. Kinek volt ebben az érdeme? Hát valószínűleg a szülőknek elsősorban, de az életem főszereplője a nagymamám volt. Egy olyan nagymama, akinek mindig igaza volt, aki mindig a világon mindenre tudta a választ. Útra való volt tőle elég, mert azt szoktam mondani, hogy a lehetségest tedd meg, a lehetetlent add át az enyészetnek, és soha ne idegeskedj. Hát egyrészt ezt könnyebb mondani, mint megvalósítani, de jól tudni ezt a gondolatot, hiszen az is az övé, hogy a forráshoz csak az árral szemben lehet eljutni ez a gondolat is. Valamilyen szinten arra akart ezzel utalni, hogy az életet élni kell, megharcolni annak minden csatáját. Aztán a harc során vagy győzünk, vagy veszítünk, de feladni soha nem szabad, és hogy az élet milyen lesz, szürke vagy színes, többé-kevésbé rajtunk is múlik. Hát ez egy nagyon pozitív életszemlélet, életvitel, és ezt hagyták Edittnek a szülők az olvasás és a nyelv szeretetén kívül, igaz? Hát a szülők is azzal, hogy ott volt egy nagyon érdekes dolog, nálunk a családban mindenki szeretett olvasni, és ezt valahogy olyan természetesnek vettük, de egy ilyen tanulási, vagy tanítási, vagy nevelési képlet nem volt. Egészen a fölnőtt koromig, vagy még később, amikor kaptam egy ilyen tanácsot, hogy menj előre, és ne forogj. Ha forgunk, nem érünk el vele semmit, megrekedünk a múltban, javítani azon már nem lehet. Sírni meg felesleges, örülni lehet esetleges sikereknek. Aztán az volt, hogy ne engedd meg magadnak, hogy unatkozz. Mit csinál az ember, ha unatkozik? Semmit. Nem él. Nem éri meg unatkozni. Tanulj,
mert az élet előtted van. Nagyon érdekes, hát befejezzük a 4 osztályt, a 8-at, a középiskolát, vagy megyünk még tovább, és azt gondoljuk, hogy elég. Már régen nem elég. Tanulni az életünk végéig kell, muszáj, különben ott hagy az élet bennünket, vagy az idő. És még egy érdekes tanács volt, ami szintén a szülőktől, inkább mondhatom, hogy az édesapámtól ered, hogy soha ne szégyenkezz mások helyett. Hányszor szégyenkeztünk? Jaj, mi történt, hogy nézett valaki, aki hozzánk közel van, és annak a véleménye, vagy annak a viselkedése zavar. Nem, az az ő élete, ha kell, szégyelje magát, érte, de én helyette ne. De ne engedjem meg magamnak, hogy szégyenbe hozzam saját magamat. Hát ez az az útra való, ami jött a két oldalról, a nagymamától és a szülőktől. Na most Edith életéből tudjuk, hogy egészen végig a nyugdíjbiztosítási alapnál dolgozott, de közben újságíróskodott is. Párhuzamosan csinálta mind a kettőt, végezte mind a kettőt. Na most hogy lehet egyszerre két dolgot művelni? És sikeresen művelni? A varázs szó erre szerintem csak egy, szeretettel. Azt, amit csinálunk, azt nagyon kell szeretni. Ha nem szeretjük, kín, nyűg, borzasztó volt. Egy munkatársnőm azt mondta, hogy meglátja a kaput, ahol bemegyünk a munkájára, összeszorul a gyomra. Az a világ vége az én olvasatomba. Igen, ott maradtam, hogy lehetett kibírni, úgyhogy fantasztikusan jó munkatársaim voltak. Szerettem őket, és gondolom, hogy szerettek. És alkalom volt, nem is egy, hogy onnan elmenjek, sokkal jobb helyre, mint ahol voltam, és nem bírtam. Egyszerűen nem tudtam otthagyni azt a közeget, amiben voltam. És ez nagyon érdekes volt, mert még próbáltam rádolgozni is arra, hogy onnan elkerüljek, úgyhogy kezdtem egy kicsit kellemetlen lenni, hogy hát, ha valakit megsértek, az visszasért, legyen egy okom, hogy na elmentem, mert haragszom. És mivel nem az alaptermészetem az, hogy valakit piszkáljak, sértegessek, bántsak, azt gondolták, hogy valami rejtett gondom van, és még jobbak voltak hozzám, mint egyébként, hát akkor hogy menjek el. Úgyhogy ez volt az ok. Viszont az, ami nagyon jó volt a munkában, hogy ügyfelekkel dolgoztam, szeretem az embereket, szeretem az ő meséiket, mert mindenki valamit elmondott egy kicsit az életéből, ebből lehetett tanulni. És az írásaim többségét éppen ezekből az élet mozaik kockákból szereztem. Így tanított meg az írás tulajdonképpen odafigyelni az élet apró csodáira. Mert annyi minden mellett elmegyünk, és lehet, hogy megállunk, megrekedünk egy gondba, bajba, amiben éppen abban a pillanatban szenvedünk, és ezer más jót nem látunk. Mondjuk ez az írásnál ez nem megy, mert ha valamit írni akarok, akkor nem fogok sopánkodni, mert sopánkodásra mindenkinek lenne mindig oka. Aztán ez az írásnak van egy bizonyos célja. Megtartani az emberekben, vagy megpróbálni megtartani az igazságérzetet, és a tapasztalatok továbbadását tanítva, vagy tanulva tanítani. Azt gondolom, hogyha valakinek van valami, amit át tud valakinek adni, azt egyszerűen bűn, vagy nem illik, vagy nem is tudom, hogy mondjam, megtartani, az nem csak az enyém, az a miénk. És ezért, éppen azért talán, mert felekkel, ügyfelekkel dolgoztam, mindig minden írásomnak a főszereplője maga az ember, az ő példája. Aztán, hát jogásznak is kellett lenni többek között, vagy elsősorban. Jogász, jó jogász nem lehet az az ember, akinek nincs szókincse. Aki nem tud meglátni, aki nem tud megfigyelni, aki nem tud odafigyelni, aki nem tudja magát kifejezni, aki azt nem tudja leírni, az bajban van. Na így kötődött a nyelv, az anyanyelv, aztán ott is két nyelven ment a munka, úgyhogy történt úgy, hogy mondjuk az eljárás magyar nyelven folyt, aztán azt le kellett fordítani szerbe, az egyszerre ment a kettő, és az nem volt gond, mint ahogy aztán nem volt gond az se, ami a televízióba vagy a rádióba lement műsor. Az is az emberekkel foglalkozott, 100 epizódból álló emberek életéből vett mozaik kocka, vagy a kincses láda, ahol számomra értékes, mások számára talán láthatatlan emberek vettek részt. Láthatatlan azért, mert a szomszédban lakik, hát ő a Pista bácsi, mit tudunk mi róla,
mint azt, hogy az én jó szomszédom, de nem tudom, hogy egy fantasztikus fafaragó, vagy nem tudja mindenki, hogy fantasztikusan hegedül, vagy nyelveket tud, vagy logopédus, vagy akár pap, vagy akár ezeket megszólaltattam, és ez megint csak arra szolgált, hogy fényezzem azokat az embereket, akik becseiek, mert van rajtuk fényezni való, mert mindenki érték. És ez így működött, és az lehetett ezt így megvalósítani. Na most Edith a munkája során, amit ezekben az újságírói munkája során, de lehet, hogy a nyugdíjbiztosítási alapnál is sok különféle emberrel, sorssal, életvitellel találkozott. Na most megfigyelte, volt-e valami közös ezekben az életekben, és valami közös cél, amiért ők küzdöttek? Ez egy nagyon jó kérdés, mert tulajdonképpen Margitka most kiváltotta belőlem azt a választ, amit én állandóan vallok, hogy minden, ami ma megtörténhet veled, mi holnap megtörténhet velem. Tehát mindenhez alázattal kell fogni, és soha nem mondani, hogy azt én nem csinálnám, vagy az velem nem történhet meg. Mert nincs, ami lenni. Az élet hasonló, csak talán a csomagolás más. És végeredményben az, amit az élettől várni kell, az élettől a szépet kell folyamatosan várni, az egész élet során, és annak utolsó pillanatáig, azt mondják, hogy az élet olyan, mint a kerékpározás, ha abba hagyod, leesel. Van ebbe valami. És Pablo Neruda mondja, élj most, légy merész, ma cselekedj mindjárt. Hát, ha Edith élet pályáját nézzük, akkor igen merészen cselekedett, mert jogász létére újságíró is volt, és párhuzamosan művelte ezt a két dolgot, de viszont ami szerintem nagyon-nagyon merész cselekedett az, hogy Edith részt vett egy magyarországi szépírói pályázaton, és ottan díjat is nyert. Most legyen szíves, meséljen erről. Hát nem tudom, hogy ez bűn vagy erény, kíváncsi vagyok. Nem mások életére, mások sorsával kapcsolatban, hogy most senkitől soha semmit nem kérdezik, amit nem akar, azt nem mondja el. De tanulni nagyon szeretek. Na most, ha az újságírást vállaltam, az újságíró bejuthat oda, hova más nem. Sok esetben. Ahhoz, hogy én meg tudjak írni egy cikket, ha háromsoros, akkor is sok mindent el kell olvasni, hogy annak a cikknek értelme legyen, és hogy az valaki másnak is valamit adjon, üzenjen, még magyarázzon. És hát ezt meg kellett próbálni, ha más írt újságba, akkor én minden próbálnám meg ötödik ellenmibe kezdtem. Aztán, hogyha kellett valamit megszervezni, és addig még olyasmit nem csináltam, miért ne? Megpróbálom, hogy tudom-e. Ha nem tudom, abba hagyom. Semmi gond. Szóval szabad elesni, nem szabad a földön maradni. Tehát nem volt bennem soha görcs. Hanem mindent, nekem a munkahelyemen is az volt, hogy az volt a szokás, vagy parancs, vagy szabály, vagy nem is tudom, minek nevezem, hogy valaki elkezd dolgozni, hogyha abban az időben 35 év munkaidő kellett egy nőnek, akkor 35 évnek az első évében adatták neki az első ceruzáját, az első asztalt és a széket, és abban a ceruzával ment, és attól az asztaltól ment nyugdíjba. Én ezt tévesnek találtam, azt gondoltam, hogy minden munkahelyen, abban az intézményben, ahol vagyunk, egy kicsit meg kell próbálkozni, az miből áll. Hogyha valamit nem tudok milyen, azt nem tudom dicsérni, és nem tudom kritizálni, azért kell megpróbálni. És én nekem így volt szerencsém, hogy én egy helyen, 8 munkahelyen dolgoztam, mert hogyha nem tudtak kit odarakni, inkább megtaláltak, és tudták, hogy nem büntetnek, hanem örülök neki. Na most hogy hívják, ez amit a Margitka kérdez, hogy jutottam el a pályázatig, az megint egy olyan dolog, ami megkeresett engem, nem én kerestem a pályázatot. Becsén a versmondók körével, Csongrádi versmondók körével volt Góg János, Juhász Gyula díjas költő, a Magyar Irodalom Történeti Társaság Csongrád megyei elnöke és a Rasztér könyvkiadó megalapítója és igazgatója, és ő mondta nekem, hogy létezik egy pályázati lehetőség, irodalmi pályázat, pályázzam meg. Most az első érzés, amit akkor éreztem, egy nagy megtiszteltetés és öröm, hogy rám gondolt. Egyébként, mivel a versmondókkal volt itt, én voltam a moderátoruk. Ki mondta, hogy én legyek, hol talált, meg nem tudom, addig nem ismertem. Azért mondom, hogy engem a dolgok megkeresnek, nem én keresem. És aztán
valahogy azután azon kezdtem gondolkozni, hogy ki vagyok én, hogy már bejáródott írók között én is megjelenjek valamilyen írással, és a következő gondolat, hogy a móka kedvéért miért ne. Meg kell próbálni, onnan tudom, hogy tudom, vagy nem, megy, vagy nem. És ez 2016-ban indult, az egyik a Szárnypróbálgatók című könyv, vagy kötet volt, a másik meg egy irodalmi paletta antológia. A Szárnypróbálgatók, ez versenyszerű volt olyan értelemben, hogy két lépcsőt kellett meglépni ahhoz, hogy az ember eredményt érjen el. Az első lépcsők, hogy jelentkezek időben a pályázatra, a zsűri elbírálja, és amikor úgy találja jónak, hogy az annyira jó, hogy egy könyvbe bejuthat, akkor a könyvbe bejut, az első kör megvan. A következő kör, hogy az, ami bekerült a könyvbe, jó-e annyira, hogy díjazzák. Na most 2016-tól eddig minden évben kétszer vettem ezen részt, és minden alkalommal íráson bekerült a könyvbe, és minden alkalommal díjaztak. Tehát ez én nekem nagyon nagy örömet jelentett az életben, és élvezettel csináltam. Az első alkalom az különösen meglepett, és akkor sértettem vérig a zsűrinek az elnökét, a Baranyi Ferenc, holnap lenne 84 éves, vagyis lesz, mert megvan. Ő még most is a zsűrinek az elnöke, és oda mentem hozzá, és megkérdeztem, hogy mivel határon túlról jöttem, és abban az évben senki másnak nem volt határon túlról benne, vagyis nem kapott díjat, miért én? Azért, mert határon túlról vagyok, vagy nem, és akkor előbb hallgatott, akkor egy kicsit megállt bennem a levegő, hogy jaj, nekem, ezt nem kellett volna megkérdezni, de van olyan. Én még tudni akartam, hogy megérdemeltem, vagy nem, mert ha azért kaptam, mert határon túlról vagyok, akkor köszönöm, nem jelent semmit. Azt mondja, majd megmondom, hogy ez hogy történik. Hát úgy történik az osztályozás, hogy nem tudom, nem mondjak számot, azt hiszem 7, de nem biztos, úgyhogy, mintha nem mondtam volna, vegyük úgy, hogy annyi zsűritag átnézi azt, amit írtunk. Azok megnézik, és adnak egy osztályzatot rá. És utána összeadják mindegyiknek, tehát mindenki megnézi, egy lehet barátom a zsűriből is, az én nekem egy nem tudom én milyen pontokat adtak, 5-ös, 10-est, vagy akármit, nem tudom. És, de mind nem lehet a barátom, tehát nem lehet benne protekció, és a végén azt összeadják, kivonják, meg elosszák, és úgy jön ki az a szám, aki bejuthat a könyvbe. Tehát esély nincs, hogy ez protekcióra legyen, hanem az enyém. És akkor mondta, hát én nem gondoltam magamat erre érdemesnek, és ez meghatott, jól esett, és azt mondja, erre a Baranyi Ferenc csak annyit mondott, egyébként történelem, irodalom, magyar és olasz és francia irodalom professzora, aki filmeket is szinkronizál, nem tudom, 80 kötete jelent meg könyvek között, úgyhogy tényleg egy nagy tudású, Magyarországon nem igen van, aki nem ismeri, és azt mondja, gondolja, hogy az ön olvasottságát mi nem vettük észre. Na most egy igaz, hogy rengeteget olvastam, válogatás nélkül. A válogatás nélkül azt jelenti, hogy szerbül vagy magyarul, mindegy, de olvasni, ami csak a kezembe került. Itt a könyvtárba egy párszor kijöttem a türelme végén a könyvtárosoknak, amikor szomszédságban laktam, és kértem egy könyvet, és másnak visszahoztam, azt mondja, mi van, nem tetszett, de elolvastam. Jó van, akkor már ilyen gyorsan olvasod, adunk kettőt. Sokszor tudtam, hogy mit akarok olvasni, sokszor nem mondtam, hogy jöttem. Ja, jöttél, jó, már vette le, tudta, hogy mit akarok, mit szeretek. És fantasztikusak voltak, a könyvtár az mindig a szívem csücske maradt többek között ez miatt. Végig már hármasával kaptam a könyveket, és élvezettel olvastam. És aztán így jutottam el eddig a pályázatig is, ez a kérdésre tulajdonképpen a válasz, hogy véletlen. Na és 2021-ben pályázott? Pályáztam a 2021-esre is. Erre az évre, most, vagyis a tavalyi évi eredményt, azt most kellett volna, hogy kiosszák, vagy megmondják, tudassák 23-án Budapesten, de nem volt alkalom a Covid miatt. De már ki lett írva a pályázat a következő évre, tehát a 2021-re. Itt egy kicsit eltértem önmagamtól, mert verseket valamikor írtam, amikor mindenki 20 éven alul, halálosan szerelmes verseke, és aztán az a kor ugye elmúlt, mögöttem hagytam, és most küldtem két verset, egy mesét,
és két novellát erre pázsatra, ami majd most lesz aktuális, azt majd áprilisban hirdetik ki. És ami még a versben érdekes, hogy az egyik vers az egy olyan vers, amit mindenkinek világos, a másik haiku. A másik haiku mondja. Hát, olvassa fel nekünk ezt a haikut. Ez egy érdekes dolog, mert... Na, majd megmondtam, hogy miért. Az a cím, hogy titok, és az egész vers ennyi. Ráncom mosolyját gyűrődve, a nap sárga tükrébe bújik. Ennyi a vers. Ez egy sajátos alkotási forma. A nagy közönség előtt nem mindenki előtt ismerős. Az úgy áll össze, hogy az első és a harmadik sorban 7 szótag van, a középsőben 5, és ennyi a vers. És kicsit meglepő, hogy ezzel nem találkoztunk eddig olyan sűrűn, mint ahogy talán kellett volna, mert már a 17. században megjelent Japánban, és a 20. században vált divatossá. És az az érdekessége, hogy a kialakulása még a 8. századra vezethető vissza. Ez nem csak versfaj, hanem egy műfaj is, és kihívásként fogtam fel, és aztán megpróbálkoztam vele. Na most, Edith, kitűnően beszél szerbül is. Menne magának a haiku írás a szerb nyelven is? Jó kérdés. Lefordítani nem merném, mert azt állítják a tőlem okosabbak, hogy a haikut képtelenség lefordítani. De azzal nem próbálkoznék se lefordítani, és most adott a Margitka egy ötletet, megpróbálok majd írni egy olyat szerbül is. De valami mást, amit két nyelven lehet véghez vinni, miért ne? Volt már olyan, hogy irodalmi est volt, alkotói est, vagy könyvbemutató. Sokan a jelenlévők között itt is voltak, a dr. Váradi Tibornak volt a könyvbemutatója. Egy nap alatt két előadás, az egyiken a könyvet magyarul mutatta be, és a fórum igazgatója volt a vendége, meg a moderátor. A következő előadás egy órával később volt szerbül. A könyvnek szerb és magyar címe volt, szerbül és magyarul meg van írva, és akkor azt levezettük magyar nyelven is, és szerb nyelven is egyformán. Aztán volt olyan, hogy előadást kellett tartani, vagy ilyen beköszöntő szöveget a színházban, ahol általában az volt a szokás, hogy elmondják szerbül, elmondják magyarul ebbe, vagy a fordított sorrendbe is. Úgy. Most én gondoltam, hogy egy kicsit kell próbálkozni, mondom, hogy az egész élet kihívás, és mindennel kicsit próbálkozni kell, aztán vagy megy, vagy nem, nem gond, ha nem megy. És én úgy csináltam, hogy az én szövegemet elmondtam mondjuk egy, tudom, 5-6 sort magyarul, aztán elmondtam azt az 5-6 sort szerbül, hozzátettem még egy pár mondatot, aztán mondtam magyarul tovább, és hogy állandóan ötvöződött, összefonódott a szerb és a magyar, és ebben két célom volt. Az egyik, hogy ne altassam el a közönséget, a másik meg az, hogy együtt élünk, nem egymás mellett, hanem együtt, legyen az egy hajfonal. És ez is így működött, aztán egy meglepetésért Magyarországon, onnan kértek föl, Milos Czernyanszky szerb író ott született, Csongrádon, testvérváros, és a beográdi könyvbarátok körének a képviselői jöttek velem, vagy mentem én velük, fordítóként, úgyhogy az egész műsor Csongrádon két nyelven ment. És a mókája ennek az egésznek az volt, mikor a belgrádi irodalom, vagy könyvbarátok körének az igazgatója megkért, hogy fordítsam rá azt a szöveget, amit ő mondani akar, és azt elmondta magyarul, hát az nagyon érdekes, mikor a belgrádi magyarul beszél. És utána én azt lefordítottam szerbre, mivel hogy két nyelvű a program, mókás volt, de meg lehetett csinálni, és nem volt rossz. Hát ez dicséretesen szép teljesítmény. De tudjuk, hogy Edith több civil szervezetnek is tagja, például a Keresztény Értelmiségi Körnek. Hát mondjon erről is. Az is egy véletlen. Tudósítónak hívtak a Keresztény Értelmiségi Kör előadására, hogy tudósítsak, hogy mi történik ott. Azt megcsináltam a tudósításból, aztán tagság lett, aztán az egyik alelnöke lettem. Sok
előadást hallhattam, megint csak a fő cél, az én fő célom a tanulás volt. Olyan dolgokat tanultam meg, amit egyébként nem bírtam, utazások során, ahova egyébként nem jutottam volna el, az is sikerült. Aztán előadást tartottam ott is, itt is. Az előadás is, hát az is egy jó munka volt, hogy az emberekkel, az emberek közelsége az a lényeg. Hát Edith, mivel mondta, tanulni szeret, hát nyilván azért volt az, hogy belekóstolt az iskolai munkába is. Mondta, hogy egy iskolába titkári állást is vállalt. Tehát így rálátása volt a pedagógusi munkakörre is. Hát milyen tapasztalatokat szerzett ott? Hihetetlen különbség van a külső és a belső világban. Vagy, ha mondhatom így, a pult egyik és a másik oldalán. Én voltam diák, volt az én gyerekem diák, és annak a gyereke diák, és kialakult bennem egy bizonyos kép az iskoláról. És egy mondat folyamatosan elhangzott a szülőértekezleteken: kedves szülők, nagyon kérjük önöket, beszéljenek a gyerekeikkel. Na, ezt a mondatot soha nem értettem. Kivel beszélek, ki fontosabb az én életemben az én gyerekemtől, önmagámtól, olyan nincs. Hogy mondhat ilyet? Az iskolában fedeztem fel, hogy ezt nem nekem mondták, hanem annak, aki nem beszél. És tényleg van olyan szülő, aki nem beszél a gyerekkel. Volt olyan tapasztalatom, hogy 12 éves gyerekről azt mondta az anyuka, hogy én levettem a kezem, mert nagyon rossz, én nem törődök vele. És én nekem leállt a levegő bennem, hogy hát ezt hogy teheti meg? Úgyhogy olyanokat tapasztaltam az iskolában, amit nem is álmodtam, hogy ilyen létezik. És akkor fogtam föl még jobban a tanítónénimnek a szavát, amikor az én gyerekem indult iskolába, hogyha a tanító az, vagy a tanár azt mondja, hogy a gyerek így és így viselkedik, így és így mutatkozik az iskolában, akkor az úgy igaz. Mert a gyerek nem ugyanaz az iskolában, mint otthon. Na, ezt se tudtam elképzelni, hát az én gyerekem mindig az enyém. És hát volt egy ilyen élmény, az iskolában egy tanárnő teljesen kiborult, és nem tudom, miért hívott engem, hogy jöjjek, próbáljak valami, mert most már a gyerekekkel nem tud mit kezdeni. Próbáljam őket lenyugtatni. És akkor láttam, hogy egy diák mire képes, hogy tudja egy tanárt kihozni a sodrából szándékosan. Mert rosszálkodtunk még mindjárt, egy se angyal, senki, aki itt ül, és senki ne vegye sértésnek, kezdve velem én se voltam egy kis angyalka, de nem úgy, hogy az annak a tanárnak sértő legyen, hanem valami csintalanságot ki kellett találni, ne unjuk már magunkat a világban. És ott láttam, hogy ugyanaz a szülő például azt mondja a gyerekre, Pistike, otthon mindent tudod, hogy kaphatott egyest. Hát nem biztos, hogy mindent tudod. Ott valami élebén út. És igen, kellett az nekem. Újra tanultam egy új dolgot ezzel, hogy milyen a világ az iskolában. Na most visszatérve a Szilágyi Editre, mint újságíróra. Vannak olyan témák, amiről nem írt és nem is szeretne írni? Amit messze elkerülök, az egyik a politika. A politikát mindenki másképpen éli meg. A politikával valamilyen szinten foglalkozom, és az is egy véletlen folytán, úgy, hogy tudni szerettem volna azaz, hogy azért vállaltam, hogy tudni szerettem volna azt, hogy a politikusokat miért szeretik, vagy miért kritizálják. Most tudom. És megtanultam. Aztán erről a témáról azt is megtanultam, hogy nem kell írni nekem, mert többféle vélemény van, minden igazságnak megint két véleménye, vajon az az teljes vagy nem. Nem kell az embereket összeugrasztani, inkább békíteni szeretem, úgyhogy arról nem. A másik, amitől direkt kiütéseket kapok, az a szenzáció kedvéért. Tesznek egy bombasztikus címet, és alatta nincs szöveg. Vagyis van, csak nincs értelme. Egy példa, az meg is került valamelyik könyvembe. Ekkora hír, hogy megrázkódtatás Szerbiában. Hát mondom, nem tudom, földrengés lehetett valahol, biztos olvasom, akkor már elolvasom a cikket, amely ilyen a címe. Hát meghalt egy színésznő. Hát meghalt, jó van. Biztos van, még földrengésbe halhatott meg, vagy nem tudom, ráesett a plafon, vagy valami hasonló. Hát nem. De sírt a lánya a temetésén. Hát mondom, jó van, sírt. Hát, de várom, hát talán csak lesz valami. Ott volt az első férje is, de nem itt az első padban.
hír. Hát ilyeneket nem írunk. Vagy szerencsétlenség, meghal valaki, és megkérdezik a hozzátartóját, hogy maga most hogy érzi magát. Hát szuperül táncra párdul. Hát hogy lehet ilyet megkérdezni? Hogy lehet másnak a fájdalmába belemászni? Hogy lehet az arcába, az aurájába bemenni? Akkor is, ha újságíró. Két igazolványom van Magyarországon is, újságíró igazolvány, még itt is. Ezért merem ezt mondani, meg itt van a Frici, aki ezt nem csinálja, hogy ezt azért kicsit meg kell válogatni. És ez a kettő az politikai szenzáció, amit kerülök messze. Tehát szennyről nem akar így. Azt meg pláne nem. Főleg nem olyasmiről, amit nem tudok biztosan. Ha meg tudom biztosan, az annak a dolga, nem az enyém. Na most visszaevezve a szép irodalom vizeire, mondta, hogy két versen felállázott, egyiket felolvasta. Most legyen szíves a másikat is. Hát igen. Az a címe, hogy az élet ezer színe. Rám szakadnak néha borús napok, olykor nem tetszik a világ, amelyben vagyok. Basszusan bírálom, mert kibírhatatlan. Örömömben csodálom, mert színes. Tétovázva fürkészem, nem értem, mert érthetetlen. Mégis élvezem, mert csodálatos. Az élet súlya az egészséges kíváncsiság. Általa felfedezni, megismerni, tanulni, jó. Egy percnyi csendet teremtve megpihenni, a cikázó képsort átvestve megzabolázni, lépést lépés után másokat is felemelve, bátran menetelve, szárnyalni, nem fikció. Új színeket felfedezni, a meglévőket elfogadni, tudom, a sors játéka vagy ajándéka. Szokásaim rabságában megrekedni tévedés. A jövő a hit áldása, a jelen ritmusában élnem helyes. Ha falba ütközöm, nem leszek mérges, hiszem, hogy holnap mindenhez új esélyem lesz. Megtanultam magamat, másokkal megosztva, az önzetlen segítség adományát alázattal kérni, énemmel vitázva, mégis jóban maradva, az elfogadást is természetesnek venni. Megtanultam vigasztadni, alkalmat teremteni, megtanultam szeretni, a bánatban is nevetni. A kihívást néha meg kell keresnem, vagy kikerülni. A sikerélményt munkával, élmény kiérdemelni. A nyomasztó terhek láncát el lehet szakítani. Végül úgy is rájössz, te is, én is, hogy megéri. Az ébren álmodott álmok megvalósulnak. A mélyebb sebek is egyszer begyógyulnak. Néha be kell érni a kevéssel, dacolni az elképzeléssel. Folyamatos harcot érdemes vívni egészen végig. A születéstől a felnőtt koron át a halálig. Fel kell fedezni a jelent itt és most. Dolgozni, kutatni. Nem engedni, hogy az aranyló hajnalok szürkévé váljanak. Csak élve érdemes élni, szeretni, megbocsájtani, alkotni. Hát azt hiszem, hogy a közönségnek is tetszett ez a gyönyörű vers, és ez is meg az egész beszélgetés is híven tükrözi Szilágyi Edit életfilozófiáját, mely szerint az életet csak embertársaink iránti alázattal és Isten segítségében bízva érdemes és kell élni. Hát ezzel be is fejeztük ezt az irodalmi estet. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy meghallgatott bennünket. Köszönjük a könyvtárnak is, hogy helyet biztosított. És mielőtt elbúcsúznánk, itt hivatkozok a himnuszra, és kívánom azt, hogy hozzon mindenkinek a sors még nagyon sok-sok vígesztendőt. Köszönöm szépen még egyszer. És ugyancsak hálás vagyok, hogy megtisztelte bennünket a jelenlétükkel. Köszönöm a vendégeinknek, hogy elvállalták a részt ebben az időben, és hogy már mind bírtunk együtt önételni.
hiszen jelentős dátum, meg jelentős nap ez mindannyiunk részére a kultúránk megőrzése, folyamatos ápolása érdekében, mint ahogy az is fontos, hogy átadjunk az utókornak, gyermekeinek